20-ként jöttem el Heves megyébe, és szeretném megnézni azt a gyermeket, amit tavaly még ilyenkor terveztünk, és éppen, hogy a jogszabályok készültek el. A kormányablak munkatársak akkor már a képzést megkapták, és arra vártak, hogy az okleveleket is megkapják, de a kormányablak kialakítása, már fizikai kialakítása ezzel a műholdattal, ezzel az egyenruhával, a kormányhivatalokkal kapcsolatos törvény az már elkészült, de minden párhuzamosan futott, és gyakorlatilag fél év alatt jutottunk el oda a kormányváltást követően, hogy 2011. január 1-ével a fővárosi és megyei kormányhivatalok megkezdték működésüket, és az ország 29 pontján a kormányablakok megnyitották a kapuikat, vagy az ajtóikat az ügyfelek számára. Ez az egész nagy átalakítás, amit én már ebben az állapotában is történelmi léptékűnek nevezek, ez azt a célt szolgálja, hogy 2013 végére olyan ügyfélszolgálati rendszert építsünk ki az egész országban, ami az egyablakos ügyintézést fogja megvalósítani. Tehát az ügyfelekről szól ez a nagy átalakítás. Ez a legfontosabb célja, hogy ne kelljen keresgélni, amit most a kollégák nap mint nap megtesznek itt a kormányablakban, hogy elmagyarázzák az ügyfélnek, hogy hova kell menni, hol tudja elintézni az ügyét, hány órakor van az ügyfélfogadás, és milyen ügyben, melyik hatóságot kell fölkeresni. Ez az állapot 2013 végére felszámolódik. Egyetlen ügyintézési helyszín lesz majd, amit az állampolgároknak ismerniük kell, ez a kormányablak, és a kormányablakba fogják tudni elintézni az összes az állammal kapcsolatos hatóságügyüket. Ide szeretnénk eljutni. Ez a legfőbb cél. Ez az, amivel az állam helyreállíthatja azt a bizalmi válságot, ami sajnos hosszú évtizedek óta jellemzi az állam és az állampolgár viszonyát. Ez az, amivel megmutathatjuk, hogy 21. századi rendszert tudunk kiépíteni, akármilyen nehéz gazdasági körülmények is vannak. És ez az, ami a Jó Állam program keretében a végső célunk, és amit nagyon szeretnénk megvalósítani. Amikor ide eljutunk, ez azt fogja jelenteni, hogy az ország 300 helyszínén, ez még nem pontos szám, nagyságrend, körülbelül 300 településen nyílik majd kormányablak. Az a célunk, hogy minél közelebb kerüljünk az állampolgárokhoz. Minden járási székhely településen lesz, és azokon a településeken is, ahol most okmányiroda működik, vagy okmányirodai kirendeltség működik. A napi feladataink, amin dolgozunk, és a nehézségeink, amiről most is a ide látogatás előtt kormány megbízott úrral, főigazgató úrral és igazgató úrral beszélgettünk, az a megyei intézményrendszer átadás átvételével kapcsolatos napi feladatkör. Itt a megyében is nagyon sok intézményt érint, mint önök ezt nyilván tudják. És szeretnénk ugyanolyan flottú, gyorsan és problémamentesen megszervezni ezt az átadási eljárást is, mint ahogy a kormányhivatalokat létrehoztuk. Ugye egy évvel ezelőtt 14 szakigazgatási szervet integráltunk be a megyei közigazgatási hivatal mellé, és szerveztük meg a napi életüket, működésüket. Most egy más típusú feladat, intézmény működtetés lesz a feladat január 1-től, amit azon tapasztalatok alapján, amit eddig gyűjtöttünk, próbálunk ugyanilyen hatékonyan és gyorsan megoldani, mint ahogy a kormányhivatal létrehozásával tettünk. A megyei intézmények átvétele, ez egy teljesen új feladatkör, és az adósságállomány átvételével párhuzamosan kerül sor arra, hogy a teljes megyei vagyonállományt és az intézményeket átveszi az állam. Szokták államosításnak nevezni, nagyon helytelenül a média szereplői ezt a döntést, vagy ezt a lépést. Erről szó nincs, az akkor
vagy olyan viszonylatban kerülhet szóba, amikor magántulajdon államosít az állam és veszi állami tulajdonba. Itt az állami közszolgáltatást végzi az állam, vagy végezte 20 éven keresztül a megyei önkormányzaton keresztül, hiszen 20 évvel ezelőtt egy olyan politikai döntés született, miszerint a megyei önkormányzatok működtetik a középiskolákat, szociális intézményeket, ifjúsági és szociális intézményeket és közművelődési intézményeket. Ez a döntés, ez valószínűleg nem volt teljesen jó döntés, most korrigálja az állam ezzel a döntéssel azt a 20 évvel ezelőttit, és visszaveszi tulajdonképpen a feladatot is, és a feladat ellátásához szükséges tulajdont, vagyonelemeket is. Ennyi történik. És ezzel garantálja a rendszerben dolgozók számára az országosan egységes szolgáltatást, azonos minőséget, és a rendszerben dolgozók számára a biztos fizetést. Hiszen most itt éppen Heves megyében is tudjuk, hogy milyen gondokkal küzdött a megyei önkormányzat. Más megyéknél is sajnos ez előfordult. Azért kellett izgulni hónapról hónapra, hogy megkapják-e az illetményüket a közalkalmazottak, és milyen rendszerben, és hogyan fogják túlélni a következő időszakot. Azzal, hogy az állam fogja működtetni és fenntartani ezeket az intézményeket, ez a félelem ez gyakorlatilag megszűnik. Garancia az ott dolgozók számára, hogy megkapják a fizetésüket, és egy koordinált, összehangolt színvonalat biztosító állami fenntartási rendszer következik. Abba azért biztos vagyok a tapasztalatok alapján, hogy lesznek kérdése, számos megoldandó szakmai feladat vár ránk, közösen kormány megbizatóra, de tekintettel arra, hogy az eddigi Heves megyét érintő kormány megbizatói feladatok sem voltak könnyűek, és könnyen megoldhatók, én látom, hogy a következőkben sem fogok gondot okozni kormány megbízottó számára, hogy ezeket a kérdéseket megoldja. Kiválóra vizsgázott az itteni kormányhivatal is, mint ahogy az országban az összes többi kormányhivatal is a feladataikat illetően. Óriási rendszer, hogy a nagyságrendet érzékeltessem, körülbelül 1500-an dolgoztak a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalokban 2010. december 31-én, és 2011. január 1-től 23.000 kormánytisztviselő fölött koordináljuk most már a munkát. És ehhez jön az a körülbelül 65.000 közalkalmazott és a megyei köztisztviselők közül jön néhányan országosan, akik most a megyei intézményrendszer átvétele